Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A választ megadja itt ez a kártya, a horgony. A horgony szimbolizálja a biztonság érzetét, ahol ő úgy érzi, úgy gondolja, igen, itt le tudok horgonyozni. Ez lehet a párkapcsolat, lehet más életterület is. Azon kívül a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Az ő gondolata, hogy meglegyen a biztonság a munkát, az anyagiakat illetően, és ezen kívül legyen meg a biztonság érzete a ti párkapcsolatotokat illetően is. A második kérdés pedig az, hogy mik az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható ez a lovas férfi, és szimbolizálja a mozgást. Ha eddig úgy érezte, hogy nem mennek előre az események, most fontos számára ez a mozgás, hiszen kezébe akarja venni a dolgokat, közeledni fog hozzád, hiszen látni akar téged. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy hogyan közeledik hozzád, mit fog tenni. Itt a hajó jelenti a remény, tehát megvan arra a remény, hogy jól alakuljanak a dolgok, legyen egy új irány és mozgás. A hajó jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Itt a mozgás és külföld jelentheti azt is, hogy külföldön szeretne dolgozni, vagy tervez veled egy utazást. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat kettőtök között. Itt ez a kártya jelenti azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt van egy fontos tanács. Amennyiben vannak célok, ez a kártya azt jelenti, hogy nem szabad ezeket a célokat feladni, hanem menjetek azon az úton, ami jelenleg fontos számotokra. Ez lehet egy közös életút is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!